Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! A munkaerőpiaci reformprogram részeként az elmúlt időszakban országosan 33 ezer álláskereső jutott munkához, és mintegy 90%-uk ma is dolgozik. A munkaadók és a foglalkoztatási szolgálatok szorosabb együttműködésére épülő rendszerben novemberig tolnemegyében 201 főt sikerült közvetíteni a munkaerőpiacra. Ez kétszer több, mint az eredetileg kitűzött cél, hangzott el a szekszárdi nagyvállalati fórum előtti tájékoztatón. Horváth Kálmán kormány megbízott nyitotta meg azt a sajtótájékoztatót, ahol a munkaerőpiaci reformprogram Tolna megyei kivitelezéséről és elsődleges részeredményeiről számoltak be Szekszárdon. Itt elhangzott, a cél az, hogy a jövő március végén záruló reformprogram országos szinten összesen 50 ezer olyan embert juttasson munkához, akiket 3 hónapnál tovább foglalkoztatnak. Ez azoknak az álláskeresőknek nyújt segítséget, akik a leghamarabb mobilizálhatóak és helyezhetőek el az elsődleges munkaerőpiacon. Másokat más módon támogatnak, mondta a pénzügyminisztérium munkaerőpiaci reform és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Ebben a munkában fontos szerepük van a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak és a járási hivatalok munkatársainak. Így az ő munkavégzésükben is változások történtek. A programnak tulajdonképpen az a célja, hogy közelebb hozza a munkáltatót a munkavállalóhoz, álláskeresőket a különböző gazdasági társaságokhoz, kis-közepes vállalkozásokhoz, nagy cégekhez, multicégekhez. Eddig is nagyon komoly munkát végeztek a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, járási hivatalok osztályai, de az idő egy kicsit túlhaladta ezt a fajta munkavégzést. A programnak az is célja, hogy azokat a bürokratikus elemeket, amelyek jellemzik sajnos időnként ezt a munkaterületet, igyekezzünk kiküszöbölni elektronikai, más jogi eszközökkel, de ugyanakkor jobban irányítsuk rá néhány területre a kedves munkatársaknak a figyelmét. Ezek a válti kapcsolattartás, legyen ilyen kollega, akinek csak az a dolga, akinek ne adjanak más megbízást, aki interjúkat készítsen, kimenjen, figyelemmel kísérje, erre is különböző technikákat alkalmazunk, amelyet nem alkalmaztak eddig egyébként. Nem azért, mert nem akartak, mert éppen nem kérték tőlük. Másik az, hogy igyekezzünk a munka, tehát az álláskeresők közül egy új rendszerrel, úgynevezett szegmentálással, olyan munkavállalókat találni, akik meg is felelnek azoknak a munkaerőig. Egy kardinális kérdés egyébként a munkaerőpiacon, hogy itt Tolna megyében és ebben a régióban, ebben a térségben nagyon felkészült szakemberek vannak, örültek ennek az új kezdeményezésnek, és jó velük együtt dolgozni. Elértünk bizonyos matematikai eredményeket, de szerintem a modell a legfontosabb. Jó esély van arra, hogy a programba bevont álláskeresők száma országosan 20-25%-kal több lesz a tervezetnél. Decemberig Tolna megyében 100 főt kellett a munkaerőpiacra kihelyezni. A novemberi mérések eredményei alapján a kitűzött cél megduplázódott, 201 álláskereső jutott munkához. Tolna megyében 2019. október 1-én indult el a reformprogram. A program célja, hogy a foglalkoztatási szakterületnek az álláskeresők után a munkáltatók igényeinek kielégítése is céljává vált. A kollégáinkben, a foglalkoztatási osztályokon a regisztereinkben lévő álláskeresőket újra személyesen vagy telefonon felkeresték, és már 6000 főt leszegmentáltak, tehát újra átvizsgálták az ő képességeiket, készségeiket, és megvizsgálták azt, hogy milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy az elsődleges munkaerőpiacon el tudjuk őket helyezni. A programot folytatjuk akkor is, amikor az OFA navigátorai elhagyják a megyét. December hónapban ők elmennek tőlünk, és az 5 új megyéhez fognak segítséget nyújtani, viszont a program továbbra is folytatódik. Az újonnan beérkező álláskeresőket ugyanúgy szegmentáljuk, és ugyanúgy igyekszünk a munkáltatóknak beérkezett munkaerőigényeit kielégíteni. A magyar munkanélküliségi adatok a legjobbak közé tartozik az Európai Unióban. Több mint 4,5 millióan dolgoznak az országban, a foglalkoztatási ráta 70% fölötti.
Már gőzerővel készülnek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór szakképző iskolájának pedagógusai a 2020-as tanévre. Akkor indulnak ugyanis az első olyan képzések, amelyek már a nemrég elfogadott új szakképzési törvény szerint működnek majd. Az évek óta stabil, 500 fő körüli tanuló létszámmal működő Bonyhádi intézmény a völgység legmeghatározóbb iskolája lett az elmúlt évtizedekben, jelentős szerepe van a környék szakember utánpótlásának biztosításában, és ennek megfelelően tervekkel is tele vannak az ott dolgozók. Évvel ezelőtt alapították a 2015 óta a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bonyhádi Perczel Mór szakképzőiskolát. A nagymúltú intézmény azóta a völgység szakképzésének igazi fellegvárává nőtte ki magát. Mindent megteszünk annak az érdekében, hogy a munkáltatóknak, az iparnak, a gazdaság szereplőinek versenyképes szakképesítésre rendelkező szakembereket adjunk. A tanítóink, az oktatóink, azok mindig is a térségnek a kiemelkedő egyénisége is, és jelentős képviselői voltak. A munkáltatóknak, a gazdaság és az ipar területén működő szereplőknek igyekszünk megfelelni az elvárásaiknak. Ez a múltban is így volt, és a jövőben is azt gondolom, hogy mindent megteszünk. Az iskolánk egyik legfontosabb törekvése, hogy biztos jövőt adjon a tanulóinak, egy versenyképes szakképesítést, és ez áthatja a mindennapjainkat is. Manapság az egész országra és szinte minden ágazatra jellemző a munkaerőhiány, ezért is ér szó szerint aranyat egy szakma. Ahhoz viszont, hogy a most még csak tanuló diákok valóban hivatásai kiváló mestereivé válhassanak, korszerű oktatási módszertanra és infrastruktúrára van szükség, a Bonyhádi Perczel Mór szakképzőiskolában pedig mindkettő adott. Innovatív alkotói közösség műhely vagyunk, tanulószervezetként folyamatosan törekszünk arra, hogy az ipari technológiák, a modern technikák, az ipari világ, a műszaki pályák, vagy akár a szolgáltatási szektornak az elvárásának meg tudjunk felelni. Ez azzal is történik, hogy mi is folyamatosan pedagógusok is tanulunk, mert azt gondoljuk, az élethosszig való tanulás az ránk is tud vonatkozni. Pályakövetésünk alapján elmondhatom, hogy az érettségizett vizsgázott diákjaink legalább 90%-a főiskolán, egyetemen folytatta tanulmányait, szakmai képesítést szerez, illetve dolgozni kezdett. Az iskolában évek óta folyik felnőtt képzés is. Viszonylag kevés szakmon tudjuk ezt a felnőtt képzést elindítani, de viszonylag állandóan van pénzügyi számviteli ügyintézői képzésünk, ahol általában hölgyek egyébként ezzel a szakmával a kezükben, a munkahelyükön esetleg nagyobb jövedelemhez jutnak, vagy egy könyvelőirodában, pénzintézetben, állami igazgatásban el tudnak helyezkedni. A jövő év szeptemberétől induló új szakképzési rendszer a Bonyhádi iskolát is érinti. A korszerűsítés célzó átalakítások itt is komoly változásokat hoznak. Iskolánkban a szakképzés technikumban, illetve szakképző iskolában fog zajlani szeptembertől kezdve. Az 5 éves technikum egyesíti a gimnázium és a szakmai képzés előnyeit. Az 5 év elvégzése után érettségi bizonyítványt és szakmai végzettséget is szereznek a tanulók. Ezzel a szakmai végzettséggel egyenes út nyílik a felsőoktatásba, hiszen a szakmai érettségi egyben emelt érettségének minősül, tehát a mai követelményeknek meg tudnak felelni. Az 5 éves technikumi képzésben pénzügyi számviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus, épületgépész technikus és könnyűipari technikus szakok indítását tervezük 2020-tól. A szakképzőiskolánkban, melyben a szakmád mestere lehet, 3 év alatt lehet szakmai végzettséget szerezni. Ez alatt a 3 év alatt a tanulók az első tanévben
tanműhelyes gyakorlaton vesznek részt, ahol megtanulják a szakma alapjait, amit egy szintvizsgával kell zárjanak. Ezután már a nyári szakmai gyakorlatot munkahelyen töltik, tanulószerződés keretében, ami az új szakképzési stratégia értelmében már munkaszerződésnek fog minősülni. Szerkezetépítő és szerelő, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, asztalos és kárpitos szakmákat szeretnénk indítani a szakképzőiskolákban. Nagyon fontos, hogy a szakképzőiskolásoknak sem zárul ilyenkor le a tanulás, hiszen a szakmai végzettség megszerzése után érettségit szerezhetnek nappali vagy esti tagozaton, és ugye ez a szakmai vizsga, ez egy érettségi tantárgynak számít nekik is, úgyhogy aki itt elég elhivatott, simán folytathatja főiskolán, egyetemen a tanulmányait. Az iskola évek óta stabilan 500 fős diáklétszámmal működik, sokan közülük már az itt töltött évek alatt találnak olyan munkáltatókat, akik szívesen alkalmazzák őket, ahogy végeztek a tanulmányaikkal. Így van ezzel a fűtésszerelőnek tanuló Beremenszki Péter is. 2017-ben kezdtem, akkor jöttem ide tanulni, és azért jöttem ide tanulni, mert megtetszett a suli. Igazából azért, mert konkrétan szeretek barkácsolni, és ezt találtam jónak szakmának, mert később jobb is el lehet helyezkedni ebben a szakmában. Ahol gyakorlati helyen vagyok cégnél, ott már kérdezték, hogy mind gondolkodok, hogy még akarok-e 2 évet érettségizni, vagy dolgozni szeretnék, meg egy másik cég is érdeklődött. A pénzügy számviteli szakon tanuló Kemény Anita könyvelő szeretne lenni. 13-osként már jó ideje koptatja a Bonyhádi iskola padjait. Azt mondja, egyik legjobb döntése volt, hogy itt maradt a 12. évfolyam után is. Azért maradtam itt, mert 4 évig tanultam ezt a szakot, és teljesen belopta magát a szívembe, tehát én érzem azt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, nagyon megtetszett, és tudom, hogy ezzel lesz jövőm. Abszolút napra kész a képzés, amit itt kapok. A völcség legfontosabb szakképző intézményeként a Perczámor szakképzőiskola sok helyi és környékbeli céggel van kapcsolatban. A diákok ugyanis a duális képzésnek köszönhetően ezeken a helyeken szerezhetnek szakmai gyakorlatot. Így van ez a több száz főt alkalmazó, az egész világra szállító Bonyhádi Knipl Kft-vel is. Az iskolából végzett diákok, akik nálunk találnak munkahelyet, ez egész jó, mert itt helyben elvégzik az iskolát, és utána nálunk el tudnak helyezkedni. Az iskolából, amit megkapnak alapképzést, azt nálunk még tovább fejleszthetik, tovább tanulhatnak, és ezáltal egy jó szakember válhat belőlük, ami későbbiekben megkamatoztathatja mindenhol a szaktudását, de az iskolában az nagyon fontos, hogy megkapják az alapképzést. A Knipl Kft. 1980-as években kezdődött, egy kis garázsból indult ki. Most jelenleg több mint 400-an dolgozunk, és mi az egész világban festőberendezéseket gyártunk. Kanyarodjunk most vissza a Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczámor szakképzőiskolájához. A diákoknak itt ugyanis az iskola falain kívül is lehetőségük van például nyelvtanulásra az Erasmus Plus pályázatoknak köszönhetően. Ennek a pályázatnak az a lényege, hogy tanulók 3 vagy 4 hétig Németországban élnek, laknak és Németországban dolgoznak. Tanműhelyben vagy igazi német munkahelyeken próbálják ki szaktudásukat és természetesen a német nyelvtudásukat is. Ez a tanulóknak egy fillérjében nem kerül, hiszen minden költségét a pályázat tartalmazza, és a teljes szervezési, logisztikai ügyintézést mi tanárok végezzük el. Az iskolai oktatás mellett az itt tanuló diákokra gazdag diák élet is vár. Nagyon fontos számunkra az identitásnak a kialakítása a gyerekekben, hiszen hogyha kötődnek az iskolához, kötődnek a szülőföldhöz, talán könnyebben maradnak meg itt a völcségben, itt Bonyhádon. Éppen ezért a perccel hagyományok ápolása az összekötődik a diák élettel. Ilyen a
perceles gólyatábor, vagy a percelnap, ami a tábornok születésének a évfordulóhoz közel kerülő péntek. De mondhatnám azt is, hogy olyan külsőségekben is megjelenik a hagyományok ápolása, mint például a perceles póló, perceles pulóverek, sapkáknak a viselése, amit szintén a diákok találtak ki, ők formázták meg a dizájnt közösen tanárainkkal. És ami igazán fontos, hogy a Bonyhádi Perzelmor szakképzőiskolának nem csak jelene és múltja, hanem komoly jövője is van. Az intézmény pedagógusai ugyanis amellett, hogy folyamatosan képzik magukat, tervekkel is tele vannak. Egy jó iskola mindig megújul, igyekszünk ebben szerepet vállalni innovátorként. Nagyon fontosnak találjuk azt, hogy a munkaerőpiac igényeit minél jobban kielégítsük egy keresetorientált szakképzéssel. A duális szakképzés eddig is nagy szerepet játszott, ebben még inkább akarunk szerepet vállalni. Most folyik éppen a kis, közép és nagy vállalatok, de akár a mikrovállalatok, a KKV-k feltérképezése, hogy kinek milyen szakirányban van munkaerőre szüksége. Nagyon erősen építünk a digitalizációra, az automatizálásra. Fontosnak találjuk például a nyelvtanulást, külföldi szakmai gyakorlatokat biztosítunk, célországban tervezünk külföldi nyelvtanfolyamokat, tehát azt akarjuk, hogy a gyerekek versenyképesen beszéljenek, és a szaknyelvüket is megtanulják. A következő időszakban komoly beruházások időszakáról fogunk beszélni. A Jókai utcai épületünkben a város egy nagyon komoly energetikai beruházással több milliós értékben fogja a tárgyi feltételrendszert, infrastruktúrát korszerűsíteni. Ezzel párhuzamosan pedig a centrum 2020 elejétől tervez a belső infrastruktúra megújítására, ez magába foglalja például az energetikai, a villamoshálózat felújítását, illetve vizes blokkok felújítását, tehát hogy egy esztétikus, modern, tanulóbarát tanulókörnyezet és munkakörnyezet is létrejöjjön. Több fontos kötelezettségnek kell eleget tenniük azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik valamilyen támogatást igényeltek. A hatóságok ellenőrzik ezeket, és a hiányosságot tapasztalnak, meg is vonhatják a támogatást. Mai magazinunkban a gazdálkodási naplóról és a talajmintavételről lesz szó. Az egy 5 éves program, tehát ott végig kell követni, hogy mi volt a blokkazonosító az elején, hogy változott, tehát hogy könnyen átlátható legyen, akár a táblaváltozások, tehát lehet, hogy ő egyik évben egybevetette, a következő évben ketté vágta azt a táblát, akkor azt itt látni kell. És akkor itt vannak az összesítő, ami nem AKG, tehát a normál területeiről a gazdálkodó itt leírja az adatokat, itt is be kell pipálni, hogy be kell írni, mi volt a növény, naturás terület, nitrát érzékeny. Tamási Balázs mezőgazdasági tanácsadó éppen azt mutatja, miket kell feltétlenül rendszeresen kitölteniük a mezőgazdasági termelőknek a gazdálkodási naplóban. Ha ugyanis ezt nem teszik, a különböző támogatásban részesülő vállalkozók bizony még a támogatásukat is megvonhatják. Ezek meglétét a Tolna megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi főosztálya és egy másik hatóság is ellenőrizheti. Gazdálkodási napló benyújtását el kell végezniük, ez január végéig, január 31-éig határidős. Nem mindenkinek kell természetesen, de elég sok támogatási programban résztvevőknek ezt be kell adni. Ezen kívül, amit azért mindig el szoktunk mondani, hogy a gazdálkodási naplót, vagy ahhoz hasonló adattartalmú dokumentumot mindenkinek érdemes vezetni, mert ezt egy ellenőrzéskor mindenkitől kérhetik. Tehát ez nem csak annak van ilyen kötelezettsége, akinek be kell nyújtania, vezetni szinte mindenkinek, aki területalapú támogatást igényel kell, tehát kérhetik tőle. Benyújtani, akiknek kell, az például az agrárkörnyezet gazdálkodási kifizetés, tehát köznapi nyelvén AKG-seknek, ökológiai gazdálkodóknak, akik erre támogatást kérnek. Sokan nem tudják, de nagyon lényeges sok terület van, Natura 2000-es terület, aki erre támogatást igényel, természetesen őnek is kell. Egy néhány éve van a természeti hátránnyal érintett területek kategória. Régi katos, tehát kedvezőtlen adottságú területek volt ez régen. Ezt egy kicsit átdolgozták, de nagyjából azoknak kell. Ezt mindenki a terület alapú támogatásában látja, hogy ő pluszba igényelt erre egy plusz támogatást. A különböző vízvédelmi, élőhelyfejlesztési célú támogatásoknál.
Az élőhely fejlesztési célú nem termelő beruházásoknál, például gyeptelepítésnél, méhlegelő telepítésnél is ellenőrizhetik ennek a naplónak a meglétét. A zömében én úgy látom, hogy akik AKG-ba vagy ökológiai gazdálkodás támogatásába ben vannak, ők azért ezt tudják biztosan. Hát a többiek azért nem mindenki. Szerintem abból azért naturások, természeti hátránnyal érintett területesek gondolom sokan elmaradnak. És hát amit még fontos tudni, hogy sok vidékfejlesztési programos támogatás egyéb pályázat is kérheti a gazdálkodási naplót. Van egyrészt az AKG és ökos területekről külön, egy kicsit részletesebben kell adatokat nyilván tartani, és van egy a csak normál terület alapú támogatásban részesített területekről, tehát a nem AKG ökos területekről egy lista. Ezután van egy műveleti lap, amin mindenki leírja az adott táblán adott évben sorba vég, hogy január 1-től milyen műveleteket végzett. Ezen kívül a permetezéseket külön összesíteni kell, tehát van egy permetezési napló, AKG esetében növényvédelmi megfigyelést is kell végezni, erre is van egy napló, mindig az adott megfigyeléseket le kell írnia a gazdálkodónak, legeltetési, trágyázási naplók. A mezőgazdasági termelőknek a talajmintavételre is érdemes odafigyelniük, mert egy rendelet alapján ezt is ellenőrizhető a hatóság. Szakzsargonban csak nitrát rendeletként emlegetett, a mezőgazdasági területek, termőterületek nitrát szennyezését védő törvény, rendelet alapján kötelező a nitrátérzékeny területeken talajminta alapján a tápanyag kijuttatást végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki műtrágyát szórna a területére, akkor a kijuttatás pillanatában rendelkeznie kell 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel, és hát természetesen az eredmény alapján kell, hogy ő kiszámolja a kijuttatandó tápanyagokat. Október 31 és február 15 között nem szabad trágyát kijuttatni a termőföldekre. Természetesen emellett ezen az időszakon kívül is vízzel telített és átfagyott talajra se szabad trágyát kijuttatni. Erre érdemes figyelni a gazdálkodóknak, mert azért ebből is komoly büntetések lehetnek, ha ezt megszegik és kiderül. Fontos dolog, hogy könnyen oldódó nitrogéntrágyát tilos kijuttatni abban az esetben a betakarítás után, ha már abban az évben nem kerül növényvetésre a területen. Szintén lényeges dolog, hogy 12%-nál nagyobb lejtési területen csak azonnali bedolgozással, egy napon belüli bedolgozással lehet trágyát kijuttatni, 17% fölötti területen pedig nem szabad trágyát kijuttatni. A nitrát rendelet szerint az előző évben kijuttatott trágyát is jelentenie kell minden gazdálkodónak elektronikus úton. Erre március végéig van módjuk. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!